Sziasztok! Mai videómban megmutatom az Agisoft Metashape használatát. Ez a videó a drónos térképészet cikksorozatom negyedik része. Ha még nem tettétek meg, olvassátok el az előző részeit is, link a leírásban. A Metashape egy nagyon-nagyon nagy funkcionitású program, viszont ezzel együtt használata sem a legegyszerűbb. Rengeteg beállítást állunk benne és még több funkciót, úgyhogy ennek a használatát egy videóban szeretném bemutatni. Amikor feltelepítitek a programot és először indítjátok, ez a kép fog titeket fogadni. Én nem vagyok hajlandó gyári beállítások mellett dolgozni Metashape-pel, úgyhogy először bemutatnám én, hogy szoktam személyre szabni magamnak. Először is a modell menüben a navigáció módját átállítom felszínre, és a Show Item, azaz dolgok eltüntetésénél és mutatásánál a trackbelt eltüntettem, hogy itt középről eltűnjön az a szép kis labda. Aztán a beállításokban, amely a Tools Preferences menüpont alatt található, átállítom a témát sötétre, mert kiég a retinámettől sok világostól, már is jobb. Végül a GPU-t, azaz a videókártyát bekapcsolom, hogy használja a számítógép. Azt ajánlom, hogy mindenképpen pipáljátok be ezt a pipálócskát, mert sokkal-sokkal gyorsabbá fogja tenni a rendelést és a munkát is a géppel. Ezek után elfogadom, és készen is vagyunk a beállításokkal. Most nézzük meg egy példán keresztül, hogy hogy is működik egy fotó feldolgozása. Íme egy régebbi munkám. Ez egy tanyáról készült, hát eléggé rossz minőségű, de példának megfelelő térkép, amelyen be szeretném mutatni, hogy milyen elemekből áll lényegében egy ilyen adatbázis. Ugyebár a felső menüsávban láthatjuk a különböző eszközeinket. Itt tudunk nézetek között váltani és azt bekapcsolni, hogy mi legyen megjelenítve, mi legyen eltüntetve. Például a kamerákat be bírom kapcsolni, ezek a nyers képek, amelyeket elkészített a drónom. Ezekre most nincs szükségem. De itt vannak navigációs és különböző szerkesztési eszközök is, amelyekre most nem lesz szükségünk. A baloldali menüben láthatjuk a Workspace-t, itt vannak lényegében ennek a modellnek a részei. Láthatjuk, hogy van egy kameráz mappa, amelyben benne vannak a képek, amelyeket készítettünk a drónnal. És alatta van egy csomó-csomó egyéb dolog, amiket már utólagos feldolgozásra hoztunk létre. Amikor elindítunk egy feldolgozást, először elkezd keresni pontokat a térben, amelyek minden kamerán megvannak, és ezeket utána el tudja szépen helyezni valahol a világban. És így jön létre egy ilyen Tile Point nevezettű réteg, amely hát lényegében egy ilyen eléggé hézagos pontfelhő. Aztán ebből hoz létre egy fokkal komolyabb pontfelhőt, amin hát sok különbség nincsen, de attól ez már több adatot tartalmaz, majd ebből egy 3D modell szerűséget, de ez még mindig pontokból álló modell. Aztán ezeket a pontokat szépen összefűzi egy háromdimenziós modellé, viszont itt még textúrát nem vetít rá. Ez az alapja lesz lényegében a későbbi textúrázott 3D modellingnek, de megnézzük közelebbről, ez még egy ilyen homályos, elmosott valami. És ezek után vetíti rá a nagy felbontású textúrát, és ekkor fog létrejönni az a modell, amit megszokhattunk. Hát én most eléggé alacsony minőségben dolgoztattam föl a képeket, úgyhogy jól látszik, hogy ez egy sok helyen még homályos, torz maradt, de ez is már bőven elegendő ahhoz, hogy térképészethez megfelelő minőséget nyújtson. És utána ebből a modellből lehet majd létrehozni egyéb különböző állományokat, mint például a domborzati modellt, amely már megint egy kérdés valami. Itt szépen színekkel meg van festve a dolgok különböző magassága. Így nagyon szépen látható az, hogy hol vannak az épületek, fák, stb. A képen. Vagy mondjuk az ortomozaikot, ami egy korrigált összefűzött kép. Ez lényegében a végső cél, amit el szeretnénk érni. Itt az előnézetben eléggé rossz minőségűnek tűnik, de a valóságban ez sokkal-sokkal jobb minőség. Egy ilyen modell elkészítéséhez elő kell állítanunk az összes réteget, amit eddig bemutattam. Úgyhogy vágjunk is bele! Megnyitottam szépen egy új fület, hogy azt lássam, amit majd ti is látni fogtok. Metashape-ben van egy fontos szabály, mentéssel kezdünk, nagyon fontos. Itt is vagyok a mappában, ahol vannak a nyers képeim, és ide szépen elmentem mondjuk videó néven ezt a projektet. Meg is jelent, hogy már el van mentve a file, most ideje betöltenünk a kamerákat. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy egy mappában megnyitjuk őket, kijelöljük, majd egyszerűen behúzzuk. Amire még figyelni kell, hogy a drón van, hogy a fotózás végén csinál egy pár olyan képet, amire már nem lenne szükségünk, mint például itt is látszik, hogy csinált ilyen egyszerűen visszafordított kamerával is képeket, ezeket nyugodtan töröljük, most nem lesz rájuk szükség. Jó, kijelölöm a képeket,
majd szépen betöltöm ide. Látjuk, hogy egy új chunkon jelent meg. Az előzőt ki is lehetne törölni, erre most nem lesz szükségünk. Itt szépen látszik, hogy 117 darab képet töltöttem be, amik még nincsenek összefűzve. Na most ahhoz, hogy ez a program végigcsinálja azokat a lépéseket, amiket az előbb bemutattam, a Workflow planálán kell szépen végignyomkodnunk az összes gombot. Itt tudjuk előállítani ugyanazokat a rétegeket, mint amiket az előbb bemutattam. Viszont én nem szeretnék itt ülni a számítógép mellett és pár óránként megnyomni a gombot, úgyhogy a Bench Processre nyomok, amely azt jelenti, hogy sorozatosan csináljon meg dolgokat. Itt megbírom adni a programnak, hogy milyen sorrendben és milyen módosításokat hajtson végre a képeken. Úgyhogy nézzük is. Az Add gombbal kiválasztom a munka hozzáadása panelt, és a Job Type, azaz munkatípus alatt tudom majd kiválasztani azt, hogy mit is csinálja maga a program. Először is össze kell, hogy fűzze a fotókat, ezt az Align Photos gombbal tudjuk megtenni. Itt alul láthatóak a különböző magasabb szintű beállítások, ezekre most nem térnék ki, gyári beállítás alapvetően jól szoktak működni. Aztán jött a következő. A optimizálni nem szoktam az összefűzést, hanem kapásból elkezdem építeni a Dance Cloud-ot. Majd a mesh-t. Texturizálom. És végül ezt rávetítem a modellre. Ezzel már a földolgozás lényegi része meg is van. Még annyit szoktam hozzáadni, hogy készíts el automatikusan a DEM modellt, mert arra mindig szükségem van, és az orta mozaikot, ugye a fölülnézeti képet. Ezek után már nincsen más dolgunk, mint menteni, szép projekttel. Itt meg kell adnunk, hogy hová mentsem. Én azt szoktam, hogy ugyanoda visszamentem, ahonnan betöltöttem, és adott neki egy más nevet, a 11, az az 1.1-es változatot. Gyakran szoktam csinálni, hogy ezt a földolgozást estére itt hagyom, mivel legtöbbször 6-8 óra hosszáig is el tud tartani, és beállítom, hogyha végzett, automatikusan kapcsolja ki a számítógépet. Ehhez egy egyszerű kis scriptet csináltam, ugyanígy hozzá lehet adni egy munkaként a futtatás script menüponttal, és ki kell választanunk utána, hogy hol is van a script, ezt megtaláltok majd a videó leírásában. Itt is van, nagyon távol shutdown.py-nak van elnevezve. Ezt betöltjük, és látható meg is jelent a script futtatását utolsó sorban. Így le is fog állni a számítógépünk, hogyha végeztünk. Na most, ha rányomnék az OK gombra, elkezdeni végigcsinálni ezeket a módosításokat. Én viszont nem fogok rányomni, hanem nyomok egy mentést neki, így el tudom menteni ezt a feladatsort egy fájba, és aztán bármikor betölteni. Ezt is megtaláljátok majd a leírásban, úgyhogy nem muszáj nektek ugyanezt végighattingatnotok, megnyomjátok a load gombot, kiválasztjátok, hogy videó, és be is töltődik. Annyi a dolgotok, hogy az, hogy hová és milyen nivel mentse, meg kell változtatnotok. Ezek után már nincsen más dolgunk, mint kívánni azt, hogy mentsen a lépések után, mert ugye az utolsó lépés az, hogy kapcsoljuk ki a számítógépet, így nem lenne értelme, és rányomni az OK-s gombra. Ekkor látható itt szépen, hogy mit csinál, lehet nézni akár konzolban is, elkezdi szépen földolgozni a képeket. Azt, hogy ez a folyamat mennyi ideig fog tartani, nem nagyon tudja a program megjósolni pontosan. Én azt mondom, egy olyan 5-8 óra hosszára kell számítani alapbeállításokkal, olyan 200 és 400 kép között. Nekem egy nem valami erős számítógépen van, úgyhogy legtöbbször eléggé sokáig szokott tartani egy-egy ilyen feldolgozás. Viszont az fontos megjegyeznem, hogy ez idő alatt a számítógépet teljes gázon hajtja a program, úgyhogy nem tudtok rajta semmi más csinálni. Ezért szoktam mindig estére beindítani az ilyen földolgozásokat. Készen is van a földolgozással a gépem. Itt láthatjuk szépen a modellt, amit elkészített. Eddig nem beszéltem arról, hogy lehet navigálni a 3D nézetben a Metashape-ben. A jelenlegi beállításban, amely ugye a Terrate, egy pontot válasz ki a terület alján, és az körül mozgatjuk a kamerát. Bal gombbal tudjátok húzni jobbra-balra ezt a pontot a térben, így tudunk lényegében mozogni a térképen. Jobb gombbal pedig tudunk jobbra-balra forogva szétnézni, akár fölfelé, akár lefelé, bármerre a térben. A görgővel pedig tudunk ki és befelé zoomolni. Most váltsunk át inkább a Tiled modell, azaz a texturázott modellre, és nézzük meg, hogy milyen minőséget sikerül produkálnunk így előnézetben. Hát jól látszik, hogy itt azért még van néhány helyen gond. Ez lehet egyrészt a földolgozás minőségétől, mivel most nem igazán állítottunk semmit, így nem egy valami jó minőségben dolgoztattuk föl,
Másrészt simán azért is lehet, mert kevés képet csináltunk, és nem megfelelő szögekből. Ugye most 117 darab fényképet készítettem, hát azért ekkora területről lehetett volna sokkal többet is. Jól látszódik, hogy alul van exponálva az egész kép. Ez azért van, mivel zárolt expozícióval fotóztam képeket. Az első képről lőtte be az expozíciót, amely nagyjából hát ez lehetett. Ezzel az a gond, hogy itt még jó volt az expozíció, de hogyha arrébb ment, emitt, már ugye sötétebb volt minden, így sötétebb lett az expozíció is. Ez részben jó, mert látjuk azt, hogy mi sötétebb és mi világosabb a Földön, részben viszont rossz, mert ugye is sötét lett a képünk. Ezen a sötétségen viszont könnyen bírunk segíteni a Tools menü alatt a Set Brightness fülővel. Itt van egy automatikus beállítása is, de számomra nem szokott jó beállításokat hozni, úgyhogy mondjuk egy 90%-os kontrasztot és egy 150%-os brightness-t állítok be. Hát ez már egészen jól néz ki. Nincs még kiégés, de adtam már szép világos minden. Na hát nagyon jó, hogy így bírjuk nézegetni ezt a területet, de ide lenne ezt valahogy kirenderelnünk. Hát erre a file export menüpont alatt van rengeteg sokféle beállításunk. Ezeken nem vennék minden végig, mivel ez attól függ, hogy mire szeretnénk őket használni. Lehet itt kirenderelni akár domborzati modellt, 3D modellt, ortomozaikot, dem modellt, a kamerákat egyesével, a textúrát, bármit. Hát nekem legtöbbször textúrára van szükségem, úgyhogy az export ortomozaikot választottam ki. Hát itt is egy jó nagy beállítások menüvel találjuk magunkat szembe. A legtöbb dolgot itt érdemes alapbeállításon hagyni. Talán a legfontosabb az a fölbontása, ugye pixelben. Ez is simán maradhat alapbeállításon. Elegendő fölbontású lesz, így is nem kell föntebb venni. Alatta van a kompresszió, az a tömörítés menü. Itt láthatjuk azt, hogy ha JPEG-ben tömörítenénk, milyen minőségű menteni, és a TIFF-ben mit mentenénk, milyen kompresszióval menteni. Hát LZVT-n szoktam hagyni beállításon, a TIFF-be mentek, vagy ugye kikapcsolom. Ha JPEG-et, akkor pedig mondjuk egy 85-öset beállítok. Alatta van a pipálócskák, ezeket hagyjuk alapbeállításon, így megfelelően fog minden működni. És jöhet is a renderelés, és itt választhatjuk ki azt, hogy milyen formátumba akarjuk menteni. Látszik, hogy van TIFF, JPEG, PNG, JP2 és BMP. Ezek közül ilyen a TIFF-et és a JPEG-et szoktam használni. Most például JPEG-et mentek ki. Ez legyen a videó. És szépen ki is rendereli. Ugye ez az ortomozaik kép lesz, amit már itt láthatunk. De mentsük ki a DEM modellt is. Ugyanígy File, Export, DEM, TIFF per JPEG, és ugyanez a beállítások menü áll előttünk. Itt viszont azt be kell pipálnunk, hogy a Raster Transformt rakjuk palettára. Ekkor fogja megfesteni ilyen szép színesen a képeket. Egyébként csak az árnyékok és a magasság fog látszódni, az nem ennyire látványos modell. És jöhet is a renderelés. Ezt is JPEG-be mentem, hogy egyszerűbb legyen megtekinteni. Ennyi lett volna a mai videóm, remélem tudtam nektek segíteni. Ha tetszett, iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!